Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm jelenlévő képviselőtársaimat és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 8. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Göndör István jegyzőurak lesznek a segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! Ma reggel ért minket a gyászhír, életének 98. évében elhunyt Habsburg Ottó. Élete és sorsa magán viseli a 20. század történelmét. 1912-ben az utolsó osztrák császár és magyar király, 4. Károly legidősebb fiaként, trónörökösként született. Az egész kontinenst megrázó történelmi változások következményeként, trónfosztottként és számözöttként vette át atyai örökségét 1922-ben. Hitler 1933-as hatalomra jutása után szembefordult a nácizmussal. Tiltakozott az Anschluss, Ausztriának a hitleri harmadik birodalomba való bekebelezése ellen, és több ezer zsidónak segített elmenekülni Európából. Uralkodói jogairól végképp lemondva az európai egységeszme szolgálójává és meghatározó politikusává vált. A keresztény értékeken nyugvó európai egységes zászlajára tűző mozgalomnak, a Nemzetközi Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-től alelnöke, 1973-tól elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke volt. Lelke szószólója az egységes Európa gondolatának, a közép-kelet-európai rendszerváltást követően az Európai Unió keleti bővítésének. A magyar-osztrák határon rendezett 1989-es páneurópai piknik egyik szervezőjeként, melynek során 700 kelet-német jutott át Ausztriába, részesévé vált a német újraegyesítéshez vezető folyamatoknak. Hazánkhoz szoros kapcsolat fűzte. Anyanyelveként beszélte a magyart. 1957 és 1961 között az Egyesült Államokban mintegy 400 előadást tartott 1956-ról, a rendszerváltást követően pedig személyesen is sokat tett európai integrációs folyamatunk erősítéséért. 2002-ben a Vatikáni Rádiónak adott interjújában így vallott erről. Nagyon szeretek együtt dolgozni a magyarokkal. Nem csak azért, mert egy vagyok közülük, hanem azért is, mert a magyarok elsősorban hazafiak, nem pedig pártemberek. Habsburg Ottó különösen hosszú és tartalmas élet után távozott az élők sorából, ahogy ő megfogalmazta, a másokért való munka nagyon meghosszabbítja az életet, mert célokat ad. Ráemlékezve egy olyan emberre emlékezünk, aki ifjú trónkövetelőből európai léptékű politikussá válva példát mutat arra, hogyan találjuk meg helyünket és szerepünket a változó világban. Kérem önöket, hogy néma felállással adózzunk Habsburg Ottó emlékének. Köszönöm. Tisztelt Ház! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr a szociális konzultációról címmel. Miniszterelnök úrnak megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Azért kértem ma lehetőséget a felszólalásra, mert sikerült elkészíteni a szociális ügyekről szóló nemzeti konzultáció eredményeinek összegzését. Az írásos összegzés ott fekszik az önök asztalán. Erről fogok most beszélni a tisztelt háznak. Ez év májusában, nem sokkal az új alkotmányról lefolytatott nemzeti konzultáció után, a
a Nemzeti Ügyek Kormánya ismét az emberekhez fordult, meghirdettük a szociális konzultációt olyan témákban, amelyek mindannyiunk mindennapi életét közvetlenül érintik. Örömmel számolhatok be arról, hogy a szociális konzultáció még az előzőnél is nagyobb sikert hozott, még többen vettek benne részt, összesen 1.140.000 kérdőív érkezett vissza. Ez a hatalmas szám két dolgot bizonyít. Először, hogy a magyarok bele akarnak szólni a jövőjük alakításába, látják értelmét annak, hogy aktívan együttműködjenek a kormányzatokkal.